Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek, és akiknek nem jutott ülőhely, elnézést kérünk. Ez a lehetőségünk van a kiállítás megnyitóra, sőt az a furcsa helyzet adódik, hogy lent a földszinten van Dávid kiállítása, és aki idefelé megnézte, az tudja, miről van szó, aki nem, az pedig majd a kiállítás megnyitó után lemegy, és majd végignézi a képeket. Mielőtt belekezdenénk bármibe is, szeretném megkérni Katona Máriát, a opera nagykövetét, hogy énekelje nekünk. Schubert-dalt hallgassatok meg. Jó kedvre bánat jön bármelyik percben, így van, ha lángol az észterelemben. Ébren miért vagyok víg, este miért alszom sírva. Rám, ha néz alkony férja, vajon miért van ez így, vajon miért van ez így. Bánatra jó kedvén bármelyik percben, így van, ha lángul a szív szerelemben. Így a szívem a sír, reggel ébred ez vígan, vajon miért, hogy ez így van. Hogy válasz árva kis szív, hogy válasz árva kis szív. Köszönjük szépen! Szeretném még nagy tisztelettel köszönteni Szabó Lászlót, újságíró szerkesztő, aki a mai programunkról készít felvételt, videót, fényképeket, mindent. És Németh Istvánt is külön köszöntöm, aki a Krajcáros Alapítvány elnöke. Itt van Kis Sándor is, a Keresztény Alkotók Közösségének az alapító elnöke, és Horváth Szabolcsot is üdvözlöm, aki szerintem a legfiatalabb itt közöttünk, Tatabányáról érkezett, és két hete volt a könyvbemutatója a Tatabányai Színházban. Örülök, hogy eljöttél. Pillanat, csak cserélek papírt. Mivel azt ígértem, hogy Pál Dávidot én mutatom be, egy őrületesen hosszú életrajzot adott nekem, mindössze 12 sor. Tehát nem vagyunk annak kitöltéve, hogy az éjfélt is itt töltjük. Ő a következőket írta magáról. Pál Dávid festőművész 1952-ben született Budapesten, azóta is itt él. Budapesten élek, Szexárdon születtem. És színészet születtem. Bocsánat, akkor elírás történt. Elnézést. De most itt vagy Budapesten, az a lényeg. Egy gyerekkora óta rajzol és fest. Művészeti iskolát nem végzett, de élete során több neves magyar művész mellett tanult és fejlődött. Tagja több művészeti csoportnak és galériának. Leginkább a realista ábrázolás áll hozzá legközelebb, de az egyetemes tudásra törekszik. Minden stílus és technika érdekli, szeret játszani az anyaggal, épp úgy, mint a fantázia szülte ötletei megvalósításával. 1976 óta rendszeresen vannak kiállításai, csoportos és egyéni egyaránt, magyar, lengyel, szlovák, erdélyi, német kiállító helyeken és művészeti rendezvényeken. Ezt hozzá kell tennem, hogy más ezzel úgy dicsekedne és elsorolná, hogy hány országban, hány helyen, ő csak éppen a nemzeteket sorolta fel. Munkái megtalálhatók több hazai és külföldi magántulajdonban, egyházi és állami intézményekben egyaránt. Hát eddig tartott a vallomása, de mi ennyiben nem elégszünk meg. És akkor én élő szóban szeretném Dávidtól a többit megtudni, amire mindenki kíváncsi, és szeretné hallani tőle. Említetted, hogy gyerekkorod óta festesz, és
De voltak meselelik bizonyára. Igen, meg vannak is. Meg vannak is. Akkor, ha esetleg erről beszélnél. Csak azt kértem, hogy ne igennel és ne nemmel válaszoljon a kérdéseimnek. Kicsit hozzak. Nem elmondtam. Ne szúrtjálunk. Akkor, arról beszélj, amiről szeretnél. Hát sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon megtisztelő számomra, hogy ilyen sokan eljöttetek. Debrecentől kezdve Székesfehérváron, Vácról, Budapestről, Pestről és Budáról. De mindenkit köszöntök. Hát igen, én Máté Szalkán gyerekeskedtem, ott nőttem föl, és ott már az általános iskolában úgymond ügyesebb voltam, mint egy-két osztálytársam. Aztán középiskolás szakmunkás végeztem, 6 szakmám van, azt elmondom, 6 becsületes szakmám. Szakmunkás iskolában, amikor jártam, akkor én ottani gimnáziumban jártam föl, a rajzteremben, mert ott volt egy rajztanár, fizikát tanított, matematikát és művészetet, és annyira megfogott, tőle tanultam úgymond az alapokat, akkor, és egy egész haláláig följártam hozzá, amikor hazamentem, mindig ő az egyik olyan tanárom volt, akit biztos, hogy meglátogattam. Aztán, amikor katonának mentem, akkor annak úgy hívták annak idején, hogy Leninváros, ugyebár most Tiszaújváros. Ott összeismerkedtem egy helyi festőművésszel, Pataki Jánossal, és ő is nagyon hatásra volt rám, sokat tanultam tőle, és akkor ott is úgymond, hát a laktanyában én csináltam a társaimnak kiállítást, minden örültek neki, mert legalább egy kicsit lazultak. Beneveztek a tisztjeim ilyen országos, hátországvédelmi parancsnokság által rendezett művészeti versenyre, ahol harmadik helyezést értem el. És akkor így szépen ment az életem, dolgoztam, mellette rajzoltam, festettem. Ezelőtt 15 évvel megismerkedtem Simon Veronikával, ők sokan ismeritek, és a mai napig nagyon jó kapcsolatban vagyok vele. Járok a táboraiba, több táborba, évek óta visszatérő, vannak itt művésztársaim is, akikkel együtt szoktunk menni. Aztán megismerkedtem Gaszkonyi Kálmán festőművésszel, hozzá is jártam körülbelül egy évet, meg most is, hogyha úgy van, akkor találkozunk, és elfogadom az instrukcióit, kikérem a véleményét. Hát szóval így vagyunk ezzel a festészettel. Lent, aki már megnézte, azt tudja, nagyon érdekes témájú, sokféle képet hoztál. Ez nyilván azért válogattad így, hogy mindenki láthassa, megismerje, hogy mi mindennel foglalkozol. Hát igen, hát főképpen a portré az, ami engem nagyon-nagyon foglalkoztat, abban tudom legjobban kifejezni a tekintetekben az embernek a valóját, de amellett az emberábrázolás is nagyon közel áll hozzám, újabban a tájképek. Nagyon sok, én nem nagyon festettem. Szervus, volt főnököm. És tájképek, a csendéletek, azokat nagyon most megszerettem, most újabban festettem egy néhány csendéletet, amit lenn meglátható. Van egyik csendélet, az a neve, hogy a festő stokia. Annak az a különlegessége, hogy azt a stokit azt én magam újítottam föl, a páromnak egy összetört kis okerdia volt. És akkor van rajta egy ilyen fénybögre, azt is magam csináltam még a VTG-ben. Úgyhogy nagyon az eseteket azt a művészellátóba vettem, de hogy az is valahogy úgy közel áll hozzám, és akkor én ezt úgy örömmel festettem. És hányféle technikát hoztál most magaddal? A technikát tulajdonképpen magát, csak a festés, mert
grafika, van egy-két grafikám, de én most már úgy annyira elhanyagoltam a grafikát, hogy sajnos nem, mert alap dolog, hogy a grafikát is művelni kell, de inkább a festésnél maradok, és az olajnál, most az engem maximálisan kielégít, igen. És mik a terveid a jövőre vonatkozóan? Jövőre? Hát nem tudom, a festőtáborok az biztos be vannak táblázva már jövő évben. Aztán, hát szeretnék, van egy-két olyan téma, amiből ilyen sorozatokat szeretnék most már, mert úgy látom, hogy évtizedek óta nagy művészek azért a sorozatban gondolkoznak. Én valahogy mindig elaprózom magam, mert úgy vagy azt festem meg, ami hirtelen megtetszik, megfog, vagy amit mondjuk rendelnek. Tehát, hogy olyan nagy koncepció nem nagyon vannak így a munkámban, hát csinálom a dolgom. Hát azért fantasztikus dolog, hogy már egy jövő hónapban lesz egy éve, hogy megkaptuk ezt a lehetőséget a Táncsics Művészkör számára kiállítás megnyitóra is irodalmi műsorra, de ennyien még soha nem voltak. Úgyhogy ez is mutatja, hogy milyen népszerű Pál Dávid, hogy ennyi barátja van, ismerőse, művésztársa, és erre nagyon büszke vagyok, hogy én is őt már legalább 15 éve ismerem, ugye? Vagy mint több is. És mindig olyan csöndes, szerény, visszahúzódó volt, és lám a művészetével mutatja meg, hogy milyen sokoldalú és mi minden tud alkotni. Mondjál még valamit magadról, légy szíves. Ha nehéz ügy, akkor nem jut meg a mestered? Nem, sajnos nem. Biztos elfoglalom. De azt hittem, ott néhányan állnak hát a közöttükön. Elmondom, előre jönnek. Kollégákat sorolkodnak. Még ott hátul is vannak, úgyhogy nézzük csak ki. Csak azt mondja, Kálmánt vártuk, hogy bemutat szakmailag, de hát úgy látszik, hogy nem érti, de elnézést kérek. De van itt egy illetékes elvtárs. Hát hadd mutassam be, nagyon jó barátok lettünk. Nem te, aki mögött ja, te is jó barátok lettünk. Német Istvánt hadd mutassam be a Székesfehérvári Krajcáros Alapítványnak a oszlopos tulajdonosát. Hadd egy pár szót említs meg magadról, légy szíves, mivel foglalkozom. Három mondatban. Négy. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Örülök meg, hogy sok ismerős arcot is látok. Hát igazából most magáról az alapítványról én nem akarok itt ecsetelni, mert ez a Dávid napja. Inkább a kötődést. Az alapítvány hadisírgondozással foglalkozik. Isonzó, Doberdó, Felvidék és most már közel 20 helyen van a világban tárgyasult szobor, kopjafa, emléktábla, stb. Mi a közös nevező a Dáviddal? Hát egy pár évvel ezelőtt találkoztunk először, és hát az egyik az, hogy festő művész révén meglepődtem, amikor azt mondta, hogy jön hozzá alkotó táborba, és hát ugye az építő táborba, ugye, ami egyébként hát nem kifejezetten ecset munka, inkább krampácsoló tevékenység, hát ez volt az egyik, ami a kapcsolódási pont, amit külön köszönök neki. Aztán voltunk különféle rendezvényeken, többek között voltunk Piski csata helyszínén tavaly, ahol egy kopjafát állítottunk fel a 170. évfordulóra közös erővel. Aztán most én nem tudom hirtelen év azt hiszem még felsorolni, de ami lényeges, hogy van nekünk egy olyan projektünk, ahol 130 lengyel, szlovák, ukrán, magyar művész van érintve, festőművész. Több mint 500 festményünk van, amivel járjuk a világot. Most már közel 60 kiállítás volt az előbb sorolt országokban, amihez Dávid is igen jelentős léptékben hozzájárult. Hát a témánk az alapvetően az első háború
időszaka, nyilván ahhoz kötődően portrék, fantáziaképek és emlékhelyek megörökítése, és én külön ezen a helyszínen is szeretném megköszönni, hogy ha jól emlékszem, most már 10 képet tizenegy képet készítettél, és én remélem, hogy még majd akad hozzá. Már ki is néztem egyet, mert nekünk itt a tematikán belül, az előbb említett tematikán belül a pipas szimbólum is beletartozik, lévén ez a nyugathoti hadszintéren ugye a vérvirág a háborús szimbólumokhoz kötődik, és hát itt most van kettő is, ami igen kellemesen van megcsinálva, és a pipas szimbólumot ábrázolja. Köszönöm szépen a partnerségedet, és köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen a hozzászólást, és mindig fölteszem a kérdést a kiállítás megnyitókon, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója, elmondani valója, már van is jelentkező parancsai. Kis Sándor. Tisztelettel köszöntök mindenkit, Kis Sándor vagyok, a Keresztény Alkotók Közössége Egyesület elnöke. Mindenki mondom, elfáradom. Nagyon régen érdeklődöm a festészet és a művészetek iránt, és Pál Dávidot is körülbelül 15 éve ismerem. A lényeg az, hogy az igazi, az eredeti művészséget azt fejezi ki, hogy olyat fest, amit még mások nem. Na most ő megfestette a Krisztust kék szemmel. Ez azóta is az én élményeim közé tartozik, mert kék szemű Krisztus ábrázolást sehol nem láttam. Ez is bizonyítja az ő eredeti tehetségét. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Itt nagyon sok művésztárs van, festő. Valaki akar hozzászólni, vagy kérdezni? Új, de csöndben vagy. Csak annyit szeretnék hozzáfűzni. Ha lehetne, jöjjön bejjebb, hogy más is hallja. Most írsz nagyon jó, és mindenki szeretettel üdvözlök. Nagyon sokat dolgoztam az állítat a Vágtetek igényben. Hosszú-hosszú időn keresztül a szerénységét jellemezte azt, hogy nem tudtam pedig hát kapcsolatot minden napot, hogy ő ilyen. És nyugodtan kiderült egy nagy festőművész. Nem tudtam volna. Tehát ez egy szinte hihetetlen, hogy 15-20 évig ember dolgozik valakivel, beszélgetünk is napi szinten, és soha nem kérdezett azzal, hogy ő fest, hogy ő neki ilyen hobbija van. Ez nem is hobbi, hanem most már látom, hogy művészet. Ez például az, hogy milyen szerény, mert elmondott itt, hogy milyen szerény a Dávid, hát az. Igen. Köszönjük szépen, nagyon kedves. Ki jelentkezik még? Én szeretném megkérdezni, hogy hogy vette rá az asszonyt, hogy ő is fessen, és hogy mennyi munkába telt ez, és mennyit hagyja festeni? 17 év munkám van benne. Először őt festette. De nagyon komoly oka van. Mert tudjátok jól, ugyebár együtt járunk olyan helyekre festőtáborba, ahol olyan élményeken megyünk keresztül, hatásról vagyunk. Nehogy részleted. Hogy mikor én hazamegyek, azt szavakban azt nem lehet elmondani. Tehát hiába mesélek róla, azt nem lehet átadni azokat az élményeket, és rávettem, hogy beírattam a Simon Veronikával egy festőkurzusra. Mert tudom, a Veronikának milyen a tematikára, az biztos beleszeret. És úgy is lett, és akkor így most már ő is köztünk van a táborokban, és akkor át tudja velünk élni. Nem kell otthon mesélni semmit, mert velem van. Hát körülbelül ennyi. Igen. Lefestette már? Igen. És azt mi nem hoztad el? Fönn van a falon. Fönt van? Igen. Az volt, amikor megismerkedtünk, nagy szerelmem beestem, és akkor az első ilyen kezdeteges, mert az még ilyen, hogy mondják, ilyen temperával festettem rá egy ilyen unérlapra, és akkor azt hát az el is hoztam ki van rakva.
Akkor állj föl, mutasd meg magad, vagy mindenki ismer. Egy tapsot kérek. Köszönöm szépen, Szlávik László is jelentkezett. Nagyon szépen köszönöm. Ennek a klubnak, amelyiknek tényleg komolyan kis jubileumát ünnepelhetjük most a létszám plafont illetően, az egy nagy előnye, a hátránya lett végül is a nagy előnye. Ugyanis én többször megtapasztaltam már, és most a kiállításodon ez nagyon, hogy minél távolabb vagyunk a festményektől, annál inkább rögződik az a képáradat, amit gyorsan lehet, hogy az ember csak olyan villámlásszerűen nézhet meg. Én most egy 3 perccel ezelőtt leszaladtam, megnéztem, és tényleg nagyon impulzívan hatottak a festmények, és hozzá kell tenni azt is, hogyha egy alkotóművész szűkszavú, nemesen szűkszavú, mint ahogy te is, persze annál többet jobbat mond, a képeid annál beszédesebbek. Most csak úgy kapásból megálltam a kékszemű Krisztus előtt, csak úgy kapásból a Hokedli előtt, csak úgy kapásból a Osó portré előtt, és ha jól láttam, Faludi György is ott köszönt bennünket. Szólnak, beszélnek, szavak nélkül a képek. Csodálatosak. Ajánlom mindenkinek. Nézem a művésztársakat, de úgy látszik, kifogytak a kérdésekből, de ezzel még nincsen vége, mert majd a kiállítás megnyitó műsora után lehet beszélgetni a művésszel, aki majd nyilván fog egy kis mini tárlatvezetést lent tartani. Még akarsz-e valamit mondani a kedves barátainknak? Hát így most értelem, nem, majd még beszélgetünk valamit. Dávid nagyon jól használja ezt a bölcs tanácsot, hogyha az ember nagyobb közönség előtt beszél, ami úgy hangzik, hogy állj föl és hogy lássanak, beszélj hangosan, hogy értsenek, és légy rövid, hogy szeressenek. Dávidnál ez volt. Köszönöm szépen, és gratulálok. A mi műsorunk 2 részből áll, az első része a festőművészé, a második részben pedig az Országos Rálcsis Művészkör írói, költői a festőművész tiszteletére egy kis műsort szoktak adni, illetve olyan szerencsések vagyunk, hogy a 2 zenészünk is itt van, akik ritkán jönnek így össze ketten, de most hála Isten volt idejük. Katona Máriát már hallottuk, akkor most hallgassuk meg Szőlősi Dávidot. Mandolinon játszik. Megkérem az Erzsikét, hogy legyen a kotta tartó. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Nem kell. A dallam általában úgy nagyjából a fejemben van, csak a szövegeket már én is kezdem így felejteni, de hát én ismeretek, mert ez egy régi nagy sláger volt. Rejtély, ez a szíven nagy titok, talányos rejtély, néha furcsán izgatott, és fellobog, de fáj. Tudom, ez banális, mégis el kell mondanom, mert nyugtalanít nagyon. Meg nem fejtett rejtély, hogyan történt, nem tudom. Bilincsbe vertél, nincs azóta éjjelen, se nappalom, de egyszer te is érzed. Lángra gyúlva, mégis furcsa rejtély, hogy szeretsz nagyon. Nincs azóta éjjelem, se nappalom, de egyszer
sírzed, ránk ragyolva, mégis furcsod ejtét, hogy szeretsz. Tapsról én is elteszek egy kicsit, mert ügyesen tartottam a szöveget. Most megkérem Lengyel Gézát, a Csepeli Tamási Lajos Olvasó Munkásklubnak az elnökét, hogy olvassa fel a versét. Hát először is azzal kezdeném, hogy meghívóval, hogy holnap nekem a munkás otthonban Csepelen kultúrház, egy új kötetemnek a bemutatója lesz 4 órakor. Hát ha valaki közel van, vagy kedve van hozzá, szeretettel fogadom, itt sokan vagyunk ilyen. Hát sokat gondolkodtam, hogy mi legyen, mert nézegettem a képeidet, elnézést, hogy háttal vagyok, ez itt nem lesz jó. Forogja. Igen, igen. Igen. No hát, van pipacsos képem is, de, vagyis versem, de azt már többször elmondtam itt. Vannak őszvégi versek, szeretném az egyiket így elmondani, őszvégi sanzona címe. A végén van egy ilyen megjegyzés, hogy mikor izza, az gombásgyökér, tehát a orhideával kapcsolatos, hogy csak akkor tudják megtermelni, hogyha a orhideával együtt van. Csak azért mondom az értelmezés végén. Aztán, jó. Mivel elég rövid volt az egész, még egy fordítás, lehet egy rövid fordítás van, jó? Őszvégi sanzon. Most, hogy lefutottam 5000 méteren, mindent befogadom, tisztán elmélkedem és gyönyörködöm, az őszvégi langy meleg talán, utolsó napfényes, aranyló délután. Köszöntelek színes buszok, panelfalak, utcák, terek, embertömeget ontanak, ezüstszipő, feszes nadrág, nyitott jacki lejt könnyedén, s míg 100 szemgolyó stíleli, a türkisz karmoktól sem tör ki most a frász. Lám, mit jelenthet a fény, no és a futás? Emelkedett kedvem, galériába hív. Csak egy lépésre van, s tudom, hogy nem naív a várakozás, a képtár asztrakt világa, a színe, fényárnyékok ritmus kavalkádja, szövődve létemlékkel, mint mikor izza az orhideával, múló időmet gazdagítja. Hát Tóth Árpád után van itt egy fordítás, én fordítottam a őszi sanzon. Pont Franciaországban volt rengeteget esett az eső, mit csináljak, el fordítottam. Úgyhogy sanzondottam. Hol a derű, sírhegedű őszi napon, búszívverés, epegedés, oly monoton. Mi döbbenet, minden beteg üt az óra, könnyes szemem, emlékezem múlandóra. És elmúlok én, vadgonosz szél ragadt tova, levélhalál, miként ha száll, ide, oda. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, most Ronyeszné Zsuzsika következik, aki író, költő, és ő is festéssel foglalkozik. Bocsánat, ide jövök, hogy ne legyek senkinek sem. Verset hoztam, Börzsöny hegységben. Jaj, bocsánat, a szemüveg nélkül, mert nem látok. Börzsöny hegységben, őshonos fák alatt, magányos sziklacsúcs felé bandokolok. Talpam alatt görögnek a rögök. Tekintetem a sziklák alól kibúvó forrásokat kutat. Zöld gyík, szarvasbogár, szalamandra mozog a mohában. Menyét, nyest, árnyékát látom a bozótban. Horomra éve rácsodálkozom hazám szépségére. A romok láttán a múltba révedek, különös zajok ütik meg fülemet. A szívem zakatolását hallom én, vagy a disznók fogai közt ropog a mak, netán harci dobok szólnak. Szörnyű képek rémlenek elém. Drégely várában maroknyi védősereg, hazáért halni kész. Alant hömpölyög a török,
reng a föld, hullanak az égdől a csillagok, hasít a bárd, vág a kard, dönt a buzogány, bíborvér nyaldossa a fehér sziklát, jajszó, halálsikoly, három napon át. Porig rombolt, vár maradt az ostrom után. Bőrzsöny szép vidékén járva, akár gondolatban is, ha csak egy percre is állj meg, barátom, és emlékezz a múltra. Ezen a fennsíkon önként vállalt hősi halált Szondi várkapitány és 150 vitéz harcosa. Ők tudták, mi a haza szeretet. Várat, hazát feladni nem lehet. Példát mutattak az utókornak, életüket adták magyar honnak. És most Horváth Szabon, csak kérem, hogy mondja el a versét, amit hozott magával. Esetleg pár szót mondhatnál magadról, mert nem ismerünk olyan nagyon. Horváth Szabon vagyok, Tatabányáról érkeztem. Sajnos szerénymesteremet Szabó Juliannát otthon kellett hagyja, ugyanis a hétvégén már nagyon betegeskedett, úgyhogy én megígértem, hogy eljövök. Úgyhogy így kellett most. Picit gyere előbbre, hogy hallják. Vagy gyere ide ki, ha tudsz. Hát, megpróbálkozom vele. Bocsánat. Most már azért. És igazából nem szoktam semmit sem otthon felejteni, de most félúton idefelé rájöttem, hogy két fontos dolgot is otthon hagytam, az egyik a vers volt, amivel készültem, de szerencsére a technika azért még nem hagyott el. Ezsike mondta, hogy nemrégiben volt könyvbemutatom. A könyvről néhány egy gondolatot elmondhatok, hogy elsősorban a vicceket helyeztem előtérbe, és most is egy ilyen kis humoros verssel készültem. Két nagyon jó barátomnak volt nemrég lakásvásárlása és felújítása, úgyhogy gondoltam, helyettük alkottam meg a következő verset. Felújítják lakásom. Felújítják a lakásom, szala szét van minden, elfogynak az idegeim és vele minden pénzem. Szaladnak a munkások, hozzák az anyagokat, de időnként én keresem meg a kóborolt szerszámokat. Szállapóra légtérben deresedik a hajam, ahogy nézem őket, szinte beáll a derekam. Nagyon csügged arcuk, mert kiborult a vödrük, és a kiborult vödör miatt meleg lett a hideg sörük. Hozok nekik hideget, talán jobban haladnak, bóravalót ezért nekem biztosan nem adnak. Sokára lesznek készen? Folyton ezt kérdezem, mivel nem jön válasz, ettől megáll az eszem. Nem tudom, uram, látja, hogy állunk, valójában eddig még neki se álltunk. Mit vár, mit mondjak? Nem vagyunk mi jósok. Hogy mennyi lesz a felújítás? Hát az biztos jósok. Köszönjük szépen, ígéretes költő áll előttünk. És most is megkérem Katona Máriát, hogy énekeljen. Egy másik Schubert dal, a címe a Landhoz. Halkan, halkan, könnyű bantom, üdvözöljet szellem hangon, azt a kedves ablakot. Mint a langyos lenge szellő, hold ez üstjét illat felhőt, küld el hozzá, ó, hajót, küld el hozzá, ó, hajót. Lesnek rám a szomszéd házból, ám de szépem ablakából, egyre csillog még a fény. Hát csak halkan könnyű lantom, hogy csak szívem kedvese halljon, senki más a föld színén, senki más a föld színén. És most Ledik János következik, aki
Ardias író, költő, és most van nyomdában a tizedik kötete. Jövőre már biztos meg lesz, januárra. Tisztelettel köszöntök én is minden kedves jelenlévőt, és megmondom őszintén, hoztam egy novellát, csak az a baj, hogy 2,5 oldal, azzal készültem. Erzsikét megnyugtatom, hogy kicseréltem, és hoztam egy rövidebbet is készültem. Üzenet. Én azt mondom a világnak, legyen béke minden ember fiának. Acsarkodtunk eleget, de ne pusztuljon a szeretet. Én azt mondom a világnak, ne öljük egymást, tanuljuk meg tisztelni, hogy legyen mindig kit szeretni. Én azt mondom a világnak, hogy éljünk jobban mindnyájan. Ehhez az kell, hogy legyen egyesség és munka elég, mert ennélkül az élet mit sem ér. Én azt mondom a világnak, ha megszülettünk, ne legyünk hiába. Tegyünk ért eleget, és győzzön már a szeretet. Köszönöm szépen írótársaimnak, hogy gondoltak azokra is, akik ott hátul állnak, és nincs levegő. Úgyhogy köszönjük a türelmüket. És most következik Bálint Veronika, aki... aki ugyan nem ír verset, de mindig nagyon jó dolgokat szokott nekünk hozni, amit felolvasunk. És nagyon szereti a virágokat. Igen. Hát Radnóti Miklósnak a Naptár című verséből hoztam 2 verszakot. Radnóti november 9-én volt az évfordulója, hogy 1944-ben megölték a Győr melletti Abda község külterületén, 35 évesen. Radnóti Miklós, október. Hűvös aranyszél lobog, leülnek a vándorok. Kamra mélyén egérág, aranylik fenn a faág. Minden aranysárgait, csapzott sárga zászlait eldobni még nem meri, hát lengeti a tengeri. November. Megjött a fagy, sikolt a házfalán, a holtak fog a koccan, hallani. Zizegnek fönn a száraz barna fán, vad mirtuszok kis őszi bozontjai. Egy kubik jóslatát hullajtja rám, félek? Nem is félek talán. Köszönjük szépen, és most Kis Sándor kérem meg, hogy mondja vers. Nem tudom, mit hozzá. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Először is az első rész a mondandóknak az, hogy mivel nem hoztam annyi meghívót, pedig van, csak istaságom volt, nekünk december 6-án lesz az éves országos bemutatónk, és hogyha valaki szeretne eljönni, szeretettel látjuk. Most a címet tudom elmondani, Ébredések Alapítvány, Kulik tér 6, és délután 1 órakor kezdünk. Na most, hogyha valaki nagyon el akar tényleg jönni, annak tudok esetleg meghívót adni. Ezt szerettem volna mondani. A másik mondani valóm, az egy komoly, de vidám. Ugyanis jó Isten meggyógyított engem a prostatarákból. És ezre írtam egy verset, szeretném megosztani mindenkivel. Kis Sándor a kegyelem forrása. Választott bibliai igevers. Tarts meg engem, Istenem, mert benned bízom. 16. Zsoltár első vers. Uram, hálaadó imám az égig él. Kihoztál a Seul mélységéből, és betegségem vétkeimmel Jézus vérivel eltörölted. Uram, kegyelmed feladatodat, hirdessem örökkévaló irgalmadat,
mert te vagy a kegyelem forrása. Amen. Köszönöm szépen! Valamelyik csillának ajándékozom, aki használják ki vizet, rendkívül jó előadó, és jó verse is van, és ennek a hátulján ott van az a program, ahol szeretettel várom. Köszönjük szépen! Akkor még egyszer mond hangosan, hogy rögtön jön az időpont, hol, mikor. Igen, december 6-án az Ébredések Alapítványa, a Kávária tér 6, és délután 1 órától lehet jönni délre, segíteni a konyha művészetben, és 6-án. Na most még egyet mondok, egy olyan program, nem a miénk, de összekapcsolódik, hogy előtte való nap, a Gyülői út 65-ben volt egy kétnapos festészet az új kórházban, ott a Tűzoltó utcában, és azon rengetegen vettünk részt, és 5-én lesz a gála, most 16 vagy 17 órakor, nem tudom. De mi ezt a kettőt összekapcsoltuk, de ide is mindenki, aki tud, jöjjön, mert én, aki balkezes vagyok, meg nem tudok festeni, meg mit tudom én, rajzoltam egy fát. Köszönöm. Akkor most következik Molnár Piroska és Domokos László. Azért konferálom be őket egyszerre, mert ők egyrészt a magánéletben is egy pár, közös kötetük van, és eddig a humor preferálták inkább, nem tudom most mit hoztak. Hát, nekem is sikerült otthon hagyni, amit el akartam mondani, de nem baj, most egy hosszút mondok. Hát, ennyi volt. A kalapom nagy siker. Ára volt a biztos jel. A fényképész biztatót, jó képet vágy, biztatót. Volt nagy szellő, nagy vihar, mindenkinek befavart. Jött a metró, robogott, a kalapom csak lobogott. Elbúcsúzott csendesen, megsirattam rendesen, de világá nem mehettem. És mindenkit üdvözlök, és mivel nem régen volt Erzsike nap, Erzsikéhez is címezhetem ezt, egy pár virágot verseltem meg, tehát ez egy virágkarnevál. Kezdjük a rózsával. De mindjárt benne is van, hogy milyen praktikusak a férfiak. Megy az ifjú férj rózsaszálat venni, alája szüli napját ünnepelni. A feleség ezt nagyon zokon veszi, hogy miért csak egy rózsaszál jut neki. Igaz szívem, hogy a virágja csak egy, ha megszámolod, a tüskője 21. Ez éppen annyi, amennyi most te vagy. Ne mondd, hogy a férjed nem igazi lovag. Na, török szegfű. Csodáljad a vörös szegfűt, élénk színű, ma nem pegyhűt, szagolgatni oly élvezet, szép perceket szerezhet ez, most a kaktusz. Mutatós virág a kaktusz, bány véle jól virágot hoz, egyre vigyázz, ne ülj bele, rajtad lesz kínok keserve. Miért mondom? Mert porrul jártam, beleültem, arra másztam, nem kaktuszom tehet róla. Nem hallgattam az okos szóra. Amíg van az utolsó, a lilium, ugye? Veszélyes virág. Tiltott virág a lilium, nem szabad tiporni, bizony. Szagolgatni, ha azt még lehet, azért nem büntethetnek meg. Ha nem fogod vissza magad, eltiprod liliumodat, szatírként kattan rád a bilincs. Ami nem tartós, nem örök kincs. Köszönjük szépen! És akkor most Pintér Sándor következik, aki szintén tizenhány kötetes íróköltő vagy? 4. 14. Neked akartam a 14-et, de még lesz neked is. Prózát ír, verset ír és sok mindenről szokott nekünk idegzettek. Idegolyok, igen. Leháttal másoknak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Bizonyára sokan hallottátok, hogy 2015-ben
hirdették meg Erdélybe. Minden év október utolsó vasárnapján ilyen örömtüzek lobbannak fel, fáklyákat raknak, ami 40-50 kilométerre is ellátszik, így üzennek egymásnak. Hát ez ihletett meg engem is, és most egy ilyen verset hoztam. Hazahívnak a fenyves erdők. Hazahívnak a fenyves erdők, zúgó patakok, velük együtt sír a lelkem, akárhol vagyok. Visszavárnak testvéreim, völgyek és hegyek, könnyed síró, csalogató, őszi fellegek. Azt mondják a Székelyföldnél, nincsen szebb haza, álmodom, hogy otthon járok minden éjszaka. Még a szél is magyarul szól, fönn a Hargitán, lenn a völgyben magyar dal sír pásztor furuján. Estelenként, ha az álom két szememre száll, hazavágyó szívem, lelkem nyugtat nem talál. Gyergyó felől harangzúgás hoz az esti szél, csillagporos hadak útján Csabáról mesél. Szabja röppen, szikra pattan, ércspatkók nyomán, reménytüzek a szívekben, fönn a Hargitán. Dalolnak a fenyves erdők, a völgy énekel, Csaba őrzi ezt a földet, sosem veszhet el. Köszönjük szépen Pintér Sándornak a verset, és most mielőtt átadnám a befejezést, a műsorunk befejezését Szőlősi Dávidnak, engedjék meg, hogy én is egy saját versemet elmondjam, rövid lesz. Az a címe, hogy az idő. Lám, ezek a fehér életszálak, didergő lépfejjei távoli térnek, körülfordulják a tegnapot, a mát, s valami bölcs hónapról mesélnek. Kerekülnek a szögletes szavak, komforttá érnek az régi vágyak, árkokat csarol a gond, és már semmi sem számít csodának, csak még a szó, a hang itt belül, ahogy dobogva, áradva nő. Valahol fülel rám kajánul a vaksorsú jövő. Köszönöm. Viszont. És most megkérem Dávidot, hogy ne csak zenéljen, hanem csillogtassa meg egyéb tudását is. Ő ugyanis műfordító, költő, előadó művész, és hát már a zenéjét hallottuk. Odaállsz. Nem, nem, most ide állok inkább. Helta Jenő, Vallomás. Mi ketten egymást meg nem értjük. Nagyon sajnálom, asszonyom. De ha nem kellek szeretőnek, egyébre nem vállalkozom. Például arra, mit gyakort a szónoki hévvel mond kegyed, hogy meggyötört szegény lelkének legjobb barátja én legyek. Legjobb barát. Szavamra mondom, megtisztelő egy hivatal. De nem vagyok hozzá elég vén, s ön aggasztóan fiatal. Ön csupa élet, csupa illat, lángol, hevít, vakít, ragyog. Hát hogy ne szomjaznám a csókját, én, aki aggyal nem vagyok. Olyan kevés, amit kívánok, ha osztozkodni rested is. Legyen a tisztelt lelke másik. Nekem elég a teste is. Legyen ővé minden poézis, és az enyém csak a tény. Ő oldja meg a problémákat, a ruháját viszont csak én. Hogy ez a hang szokatlan önnek, kétségbe kérem, nem vonom, de annak, hogy megértsük egymást, csak egy módja van, asszony. Adjon az Úr, ki egy tenyérből rosszat is, jót is osztogat, rosszabb erkölcsöket kegyetnek. Vagy nekem adjon jobbakat!
Ez egy bátor vallomás. És kibízzad. És hát akkor most ebbe a tényleg hazafias hangulatban, amit itt az előzőben elhangzott versek sugaltak, egy szintén régi, ismert dal, Rákóczi megtérése, a Rákóczi című daljátékból. Különbe csendő, egy nóta néz, itt szunnyadott már a szívemben rég, a bajka nóták emlékek él, egy árban épről burda. Azt hiszem, nagyon sokan pesszimistán nézzük a világot az események miatt, amik történnek körülöttünk, de egy ilyen este, mint a mai, azt hiszem, mindegyikünket egy kicsit jobb kedvre derít, akik szeretik a művészetet, akik becsülik a másik munkáját, mert ha egy Dávidnak ennyi barátja van, ennyi művésztársa van, ennyi elismerő rajongója van, akkor olyan nagyon nagy baj nem lehet közöttünk. Köszönöm, hogy meghallgattam. Dávidnak és a párjának ott hátul csodálatos asztalt terítettek, és hát fogadják szeretettel a vendéglátást. Ezzel befejeztük a hivatalos részét, most átadom önöknek, nektek a művész, hogy azt mondjon, amit ti mondtok neki, vagy kérdeztek. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Tényleg, ne szaladjatok el. A képek lent vannak a lenti teremben, körbe a falon, és mindenki szeretettel fogadunk egy pohár borra, üdítőre, egy kis fogására, süteményre, és megjöttetek. Köszönöm szépen!